Köszöntöm Önöket Fogadó Óra című magazinunkban. Még a tavalyi év végén indítottuk útjára magazin keretein belül azt a sorozatunkat, melyben makói körzettel is rendelkező települési képviselőket megkérdezünk arról, hogyan zárták a 2017-es évet, milyen fejlesztések, milyen beruházások történtek a körzetükben, és mik a terveik a 2018-as évre. Mai adásunk vendége Toldi János. Jó estét kívánok! Tiszteletem a kedves tévénézőknek! Képviselő úr, nagyon régi adóssága volt már a városnak az infrastruktúra fejlesztése. Ezen belül például az utakjárdák felújítása. Ez utóbbira mintegy 100 millió forintot szánt a város tavaly. Az ön körzetében mely utcákban újulhattak meg a járdák? Én nagyon örülök ennek a képviselőtestület által megállapított ténynek, ami aztán a 100 millióból tudomásom szerint 106 millió lett, mert én nálam volt az a sajátos strukturális elmaradottság, ahol fél utcákat csináltuk meg járdába. Csak mondok egy példát, a Új utca 13-ig nem volt járda, 13-tól 27-ig már volt. Tehát én ebben az évben mindazt, amit a új városvezetés megpróbált elintézni, és ahhoz támogatást adott pénzügyileg is, én azokat próbáltam megtalálni, amit régebben nem tudtunk megvalósítani. Ilyen az előbb említett Új utca, a Hold utca, Szirbik utca összekötése, ahol hadd ne mondjam, 100 emberre is nevezhető azok a kismamák és apukáknak a sorsa, akik nem kell megkerülni az egész tömböt, hanem éppenséggel ezen a kis utcaszakaszon elérhetővé vált a bölcsöde és az óvoda. Én úgy érzem, hogy ezek a jövőbeli képek megmaradhatnak, és nem csak megmaradhatnak, hanem meg is valósíthatóak lesznek a következő évben, tehát ebben az évben. Hogyha jól tudom, akkor az ön körzetében több oktatási intézmény is megtalálható. Tehát van bölcsöde, van óvoda, általános iskola, középiskola. Ezekben az oktatási intézményekben milyen fejlesztések valósultak meg, illetve a környezetük kapcsán milyen beruházások történtek az elmúlt évben? Hát több cégluson átnyúló legnagyobb tehetséges örömöm nem más, mint a Juhász Gyula gimnázium előtti szakasz, ahol, hadd ne mondjam, egy lakossági fórumon, Cirkus Gábor alpolgármester úr fórumán valaki felvetette, hogy hogy áll az a rész, ahol tényleg én magam is tudomásom volt, és hadd ne mondjam, éveken keresztül, hogyha elmentem arra, bokáig érő víz volt minden egyes esőzés után, amikor mentem buszra, hogy éppenségem más gondomat. De ez a legnagyobb büszkeség engem, hogy ott térköves emelésre volt. Igaz, hogy most valamelyik nap már volt valami gond, de ez mind a múltnak a, hadd nem mondjam, árnyéka, mert kiderült, hogy a három lefolyó csatorna nincs bekötve sehova. Megoldjuk, tehát a Tömörkény utca csapadékvíz elvezetőjére ezt a szakaszt be fogjuk integrálni, tehát remélem az elkövetkező jövőben, 18-19-ben ilyen gondok nem lesznek. De ez csak egy annyira természetes mai téma, hogy én azért mondom azt, hogy az előbb említett Szirbik utcai rész megcsinálása, a másik résznél, hogy a Tinódi utcának a teljes mértékű Lonavistól Bajcsi lakótelepig tartó meghosszabbítása, amire azt érzi az ember és látja a jövőben, hogy természetessé és ember közellé hozzuk azokat a város részeket is, ahol elértük a svéd stílust, hogy nem kell körbe-körbe szaladgálni egy játszóteret, hanem azon a játszótéren belül egy 3-4 40x40-es kőzettel meg tudjuk csinálni az átjárást. És gyerekeink, unokáink nem sáros cipővel érkeznek az iskolájukba. Ugye ez volt a Juhász Gyula szakközépiskolával kapcsolatos fejlesztés. A Kálvin téri óvodában is történt. Igen, ez volt a másodlagos, ez nem válaszoltam kedves szerkesztőasszonynak, és maga az óvoda, bölcsőde, mindaz ott megtalálható. Ott volt ez a bizonyos sportpálya átadásunk, ahol tényleg sport államtitkárunk is megjelent. Alpolgármester úrral sikerült átvágni a szallagot, de emellett megvan a bölcsőde, amivel kapcsolatosan szintén egy nagyon pozitív van, és én úgy érzem, mint egy 7 unokás gyerek, aki már kinőtte önmagát, mert már az unokáim
hadd nem mondjam, elballagnak, éppen ebben az évben is ezt fogják csinálni a Bartókban. Én úgy érzem, hogy valamit mindig kell adnom. Tehát én most, amit adtam valamikor a Hold utcának, most próbáltam máshova ilyen kis lábbal tekerős kis biciklit, vagy éppen műanyag traktort, játékkal, ami képviselő alapommal ezt biztosítja, de ugyanakkor ez csak az elsődleges, mert a város megadta a felújítást, pont azért vettem magam elő, hogy a Makói óvoda tagintézmény, Eni bölcsőde, újvárosi rendelő és az egyéb dolgok van, hogy a kis fürdőszobájukat megcsinálták a gyerekeknek, megcsinálták azokat a játékos részeket, napellenzőket csináltak például, ahol éppenséggel a gyerekek tényleg tündöklő napsütésben is azért árnyékot találnak, új játszótéri, játszóterek, hogy mondják, játékeszközöket bővítettük. Tehát úgy érzem, hogy napra készen próbáljuk beszélni, és én megmondom őszintén, nagyon jó a nexus, nagyon jó a kapcsolat, mert hát öregszünk, de a saját lányaim, barátnői, osztálytársai, ott óvoda vezetők, vagy éppen munkatársak. És most már ugye az ott parkolást is sokkal könnyebben tudják megoldani. Nagyon szépen köszönöm ezt a megemlítést. Ténylegesen a Calvin térről tovább menőleg a Szirbik fele sikerült megvalósítani. Az eddig 22, most már 27-re is mondható parkolót, ahol tudomásuk kellett vennünk az, hogy a parkolók felosztásával van egy úgynevezett ipari tevékenység is, ott van egy konyhánk. A konyhára beáll az autó, bepakolják az ételt, és azt a megfelelő intézményekben szétszórják. A másik gond és baj, ami a jövő feladata, hogy valami úton, módon, és itt sajnos néha a lakossággal, nem azt mondom, hogy gondom van, csak a lakosság hozzáállása olyan, hogy valamikor van egy árok, és akkor nem esek bele az árokba, azt betöltöm. Na most ilyen gondom és bajom van, hogy valójában a bölcsödénél, a Bárka bölcsödével kapcsolatosan ott valami úton, módon eltűntek az úgynevezett csapadékvíz elvezető vagy szikhoztó árkok. Most már hála Istennek nem áll meg a víz. Kocsi nem áll meg. De a türelem az még mindig elfér, és én erre kérem annak az utcának azon részén lakókat, hogy ezt megoldjuk. Nagyon jó a kapcsolatom a nem messze lakó Hajdó úrral, aki pontosan gajazás, esővízelvezetés és ilyen viszonylatban pozitívan áll mellénk. De merjünk szólni, merjünk közzétenni dolgokat. Elsődlegesen itt vagyok én, másodlagosan pedig a 0680-820-039-es telefonszám, ahol bármilyen gondot szívesen látunk, és mindent megpróbálunk megoldani. Hát itt az a helyi önkormányzathoz, önkormányzat telefonszám, ahol tudják érezni ezeket a problémákat? Igen, ez egy ingyenes telefonszám. Ne lepődjenek meg a kedves városlakók, tehát nem csak a saját választókörzetemen belül beszélek, hanem a városra vonatkozik, ahol éppenséggel Magnóra mondhatják ezt a beszédet. Igaz, hogy lelketlen a Magnó, de ugyanakkor elérhető az, hogy minden héten vezetői értekezleten ezek a témák bekerülnek. Gépelt formában, papír alapon, amit aztán természetesen a megfelelő osztály, csoport, vagy bármilyen intézményünk megkap, hogy ezek a feladatok ellátásra szorulnak. Ugye itt most beszélgettünk az oktatási intézményekben történt fejlesztésekről, illetve azok környezetében történt beruházásokról, viszont szintén hosszú évek óta húzódik az orvosi rendelők felújítása, melyet ugye a jelenlegi városvezetés elkezdett már, több ilyen intézmény is megújult, a tervekben újabbak szerepelnek, például a Calvin utcai rendelő. Mi lesz a sorsa ennek az épületnek, képviselő úr? Ez azt hiszem városi berendezkedés és városi fejlesztésünk, amit természetesen az új városvezetés felelősségteljesen magára vállalt. Ennek legnagyobb zászlóvivője nem más, mint polgármester asszonyunk tisztelettel, aki mindezt kiállva, majd 300 millió forinttal támogatva a város költségvetéséből, eleget téve a város igényeinek. Ez nem csak kizárólag választókerületi gondot jelent, hanem valójában a térségen belül, még ha nem mondjam, gerizdes nagy része is oda jár az orvosi rendelőbe, de ugyanakkor ilyen például Újváros része, vagy éppenséggel még mondhatnám a
hogy nem mondjam, a Szeged utca fele, tehát egy olyan körzetet ölel föl, és hála Istennek annak, hogy én eddig meg voltam elégedve, és szerintem eztán is, egy olyan orvosi közeg volt ezen a rendelőintézeti gondozásban, ahonnan máshonnan is jönnek. És megtalálva mindazt a infrastruktúrát, igaz, hogy várakozni kell, hát ez természetes sajnos, de mindig meg kell találni azt a részt, hogy ne reggel 8-kor menjünk, hanem 11 órakor, vagy ehhez hasonló dolgot, hogy ne hétfőn menjünk, hanem csütörtökön. Ezáltal sok esetben megtaláljuk mindazt a dolgot, hogy betegségünket az adott szakorvos el fog látni. Én örömmel veszem ezt a dolgot, és bízom benne, hogy a város azon rétege is, akik ezt elismerik, hogy mellettük vagyunk és mellé álltunk, ők is kompenzálják a következőkben. Tehát ugye arról született meg a döntés, hogy azt az épületet fogják, tehát újjá fogják építeni ott a jelenlegi helyén a Kálvin utcai rendelőt. Előre láthatóan lehet arról tudni valamit, hogy ez a beruházás mikor veheti kezdetét? Hát erre mondjuk azt általában, hogy én is az új képviselőtestületnek az új képviselőtestület tagja vagyok, de valójában mindig azt mondom, hogy közösség dönt. Tehát tényleg erről született döntés, megvalósítjuk a lehetőséget, 300 millió forintot különítettünk el erre a dologra, amiből aztán adódnak az, hogy azt az épületet le kell bontani, azt az épületet föl kell építeni, sőt, ott, ha mindenki tudja ugye a környezetünkben, hogy ott még egy gyógyszertár is van, tehát mindezek a lehetőségek a jövőre nézve adva vannak, mivel hogy a jövő költségvetését, hadd nem mondjam, most februárban úgy érzem, hogy a testület elfogadja. Én úgy érzem, hogy mindannak a pozitív hozzáállású dolgoknak, mert vannak ilyen pro-kontra dolgok, vélemények, ennek ellenére azt mondom, ha már egyszer itt volt, akkor húzzuk ki azt a bizonyos szőnyeget mások alól, akik azt mondják, hogy azért akarunk azt csinálni, mert abból új épületet, jó pénzre akarjuk adni, meg minden, akkor lássátok feleim, abból a rendelőből a jövőben is rendelő lesz. Ezen kívül, amiről eddig beszélgettünk, van-e bármi más olyan téma, ami esetleg közérdeklődésre tehet számot az önkörzetéből? Vannak-e problémák? Gondolom szokott, illetve hát említette is, hogy sokat szokott beszélgetni nyilván az ott élőkkel. Ők milyen problémákat szoktak felvetni? Legyek őszinte, elfogult vagyok magam munkásságával kapcsolatosan, tehát én úgy veszem mindig észre, hogy egy probléma nem probléma, csak jó alapú segítség. Tehát ha nekem valaki eljön egy megfelelő gonddal, bajjal, az nem mást hoz nekem, nem gondot és bajt, hanem csak egy feladatot, hogy azt a bizonyos tényező dolgot oldjam meg. Én megmondom őszintén, nagyon fájdalmas dolog volt most nekem a 10.000 forintos Erzsébet utalvány is, ami kellemetlen volt, hogy ahelyett, hogy mindenki örült volna az 5.000-ből a 10.000 forintig, hanem az fáj nekik, hogy miért kések valamivel. És én bevallom őszintén, késtem, de büszke vagyok arra, a 472 emberből én 450-nek személyesen adtam át. Abból a 472 emberrel, Isten nyugassza őket, 11 ember meghalt. 5-en nem voltak csak itthon. Én azt mondom, hogy az emberek hozzáállása, tetrekészsége, és nem azt mondom, hogy ez nem megalkovás, csak tolerancia, hogy ismerjük el azt, hogy ez a város ezzel a 22.000 emberrel, vagy akármennyivel próbálja megvalósítani mindazt, amit nagy beruházásokban polgármesterasszony számtalan esetben elmond. Mikor egy fürdője megkapjuk a 9,5 milliárdot, csak arra mindig aztán elfelejkezünk mondani, hogy emberek, abból, hogy neked jó legyen, abból van neked áfa is. Tehát az a 9,5 milliárdból lehet, hogy lemegy a 25% áfára. De abból lesz neki 10.000 forint Erzsébet utalvány, abból lesz neki gyógyszertámogatás, a gyerekeknek ingyenes tankönyv, az gyerekeknek tovább tanulási lehetőség, hungarikum, hogy mondják, a búsa hungarika, meg a többi. Én úgy érzem, hogy mindezek a dolgokat nem nekem, polgármester asszony biztos átveszi majd tőlem a szót, és elmondja mindezeket. Milyen tervei vannak? Vannak-e tervek a jövőre nézve, ami a választó körzetet illeti? Milyen fejlesztések azok, amiket esetleg tovább szeretnének vinni? Vannak-e újabbak?
Az mindig van. Most éppen az, hogy egy hónap egy másik cipővel lépek bele, mert ez most éppen nyomja a lábamat, de bocsánat a poénkodásért. Én úgy érzem, hogy van. Vannak olyan félbe maradt munkák, amik még 3 év után is, pont az előbb említett fél utca része, járda rendszere, a csapadékvízbe elvezető dolgok, vagy éppen a árok lefedése, vagy nem. Én úgy érzem, hogy a mostani több cikluson átnyúló feladatomat végre, mikor már mondhatom azt, hogy nem ecsekként látom el feladatomat egy másik városvezetésben, hanem most úgy érzem, hogy mellettem áll az egész városvezetés, tehát az új városvezetés mellettem áll, tehát már eleve nem vagyok nem ecsek, akkor legalább azokat a kis ígéreteket tudjam megvalósítani azoknak az emberek, akik bíztak bennem, és bízom benne, hogy a jövőben is bízni fognak bennem. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm mindenki. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!